Sziasztok! A következő előadásunk következik, ami kulturális vizekre evez, ami egyébként szerintem egy nagyon-nagyon érdekes téma. Ez pedig nem más, mint a Tanabata Fesztivál. Fehér Judit, a Nihongo tanul japánul nyelviskola tanára a Tanabata Fesztiválról tart nektek most előadást. Japánban július és augusztus között több helyen megtartják ezt az ünnepet, és számos szokás és érdekesség fűződik hozzá. Ezekről fogtok most hallani. Köszöntsétek sok szeretettel Fehér Juditot! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a fesztiválos előadásom. Ugye ma a Tanabata Fesztiválról fogok nektek egy keveset mesélni. Úgyhogy először is érdeklődni szeretnék, hogy így a nyári fesztiválokkal kapcsolatban, japán nyári fesztiválokkal kapcsolatban, így ismertek-e mondjuk más fesztivált, vagy akár a Tanabatát, vagy milyen jellemzői vannak a nyári fesztiváloknak? Így van, nagyon jó. És ilyenkor fesztiválon mit viselnek, mit esznek, milyen programok vannak? Nagyon jó, mint ami például rajtam is látható, ilyeneket viselnek a lányok, és az urak is ugyanúgy lyukatában mennek ugye a fesztiválokra. És tudjuk, hogy mit fogyasztanak? Szakét, igen. Biztos van olyan is, aki nyári melegbe szakét fogyaszt. Mégis, igen. Mondjuk ételekkel kapcsolatban. Fagyi, jégkása. Ugye a kakigori, a japán jégkása, ami kicsit hasonlít ugye a mi jégkásánkra, csak annyi, hogy mi ugye isszuk, ők meg viszont eszik. Jó, más esetleg, ami ilyen nagyon tipikusan fesztivál jellemző. Nagyon jó, így van, ugye a hanabi, a tűzijáték. Igen. Világítással kapcsolatban van-e valami érdekesség? Így van, igen, nagyon jó, hogy ezek a rizslámpásokkal dekorációként is, és ugye világításként is használják. Így van, nagyon-nagyon szuper, köszönöm szépen. Jó, tehát ugye a Tanabata Fesztivál a mai téma. Ismeri-e valaki, hogy mi ez a fesztivál? Így van, nagyon jó, igen, mind a kettő nagyon jó. Jövő héten is lesz, kívánság is van benne. Nagyon szuper, oké, és mást? A kívánság cédulát? Igen, a bambusz, vékony bambuszágra. De erről úgyis lesz részletesebben szó, hogy mik ezek a kívánság cédulák. Jó, hát akkor csapjunk is a közepébe. Tehát ugye Tanabata Fesztivál. Miről is szól ez a fesztivál? Jó, remélem látható a felirat, tehát egy kicsit ugye fehér színen írtam föl. Tehát ha megnézzük a képet, akkor ugye látunk rajta kanjit. Tudja valaki, hogy ez a kanji, ez mit jelent? Ó, ez a hetesnek a kanjia. Bocsánat, még. Tehát igen, ez a hetes jelenti, ez a kanji. Esetleg ezt a kanjit ismeri-e valaki? Nem, ez az este lesz. Tehát ugye azt látjuk, hogy Tanabata, de hiraganával felírva, itt viszont a hetes és az este kanjia, tehát ezért szoktuk úgy is fordítani, hogy a hetek éjszakája. De vajon mit is jelent ez a hetek éjszakája? Ugye nagyon jól mondta közönségből valaki, hogy a jövő héten, 7-én, tehát ugye 7. hónap 7-én van a Tanabata Fesztivál. Úgyhogy szinte aktuális is, hogy jövő héten már Japánban országszerte, nem mindenhol, de a legtöbb helyen 7-én megtartják ezt a fesztivált. Na de miről is szól, mi a lényeg ennek, milyen legenda köthető hozzá? Tudja esetleg valaki, milyen legendáról szól? Igen, nagyon jó. Igen, tudjuk-e a nevét esetleg a hercegnőnek?
Nagyon jó, igen. Még egyszer kérlek? Juhász fiú, így van, igen. És az ő nevét tudjuk esetleg? Egész pontosan tenisz. De közel volt, közel volt. Van-e még esetleg másik szereplő a történetben rajtuk kívül? Nem, egy emberi szereplő. Nem baj, mindjárt megtudjuk. Még egyszer kérlek? Nem. Egész pontosan az apuka, az a lánynak az apukája lesz a másik szereplő. Tehát ugye egy eredetileg kínai történetről lesz most szó, egy kínai legenda, úgyhogy onnan vették át, kedves japánjaink, és tartották meg ugye ezt a hagyományt. Úgyhogy miről is szól ez a történet? Ugye először is, ahogy mondtam, van egy apuka, akit Tenteinek, azaz az ég urának hívnak. Tenteinek van ugye a lánya, akit nagyon ügyesen mondtatok, az ő neve Orihime. Vagy más nevén, ugye a Vega csillag, ugyanis a Tanabata az egy csillagfesztivál, ugye ezen a napon találkozik a Vega csillag az altár csillaggal, úgyhogy ugye látjuk, hogy ennek a Tenteinek van egy lánya, Orihime, aki egész nap sző. Nagyon-nagyon tehetséges, gyönyörű kimonókat sző, egész nap ezzel van elfoglalva, úgyhogy így viszont ugye nem találkozik senkivel. Ugye mindig otthon van, és hát apuka gondolt egyet, hát férhez kéne adni a lányt. Úgyhogy így ugye apuka férjjelölteket keres, és így találja meg a tejút, azaz japán nevén az Amano-gawa másik oldalán ezt a tehenész fiút, akit úgy hívunk, hogy Hikoboshi. Ő ugye másik nevén az alter csillag. Úgyhogy megtalálja ezt a fiút neki, egymásnak ugye bemutatja őket, és hát ugye annyira jól sikerül ez a kerítés, hogy beleszeretnek egymásba, és meg is házasodnak. Úgyhogy viszont annyiban nem sikerült jól ez a dolog, hogy hát ugye csak egymással vannak elfoglalva, mind a ketten hanyagolják a feladataikat, lány már nem sző, nem érdekli, a fiú pedig már szanaszét hagyja a teheneit, úgyhogy hát ugye munka rúvására megy ez az egész, úgyhogy apuka megharagudott rájuk, úgyhogy bosszúból, hogy hanyagolják a feladataikat, elválasztja őket, és a Amano-gawa, az a tejút, két oldalára számúzi őket, úgyhogy nem tudnak találkozni. Viszont a lány annyira sír és annyira szomorú, hogy végül Tentei megsajnálja, és azt találja ki, hogy akkor egy évben egyetlen egy napot tudnak találkozni, ez július 7-e, és hát ugye elérkezik július 7-e, viszont nem tud átjutni a tejúton a lány, úgyhogy ekkor jönnek segítségére a szarkák, és a szárnyukból hidat képezve tud találkozni a pár. Viszont, hogyha Tanabata napján esik az eső, akkor ugye a szarkák se tudnak segíteni, úgyhogy sajnos a párnak egy évet várnia kell a találkozásig. Úgyhogy erről szól a Tanabata, ezt ünnepeljük, hogy a két csillag, azaz a pár tudnak találkozni. Hogy tetszett a történet, mit gondoltok róla? Aranyos vagy szomorú? Így van, igen. Pontosan. Jó, tehát ez az eredeti történet. Hogyha találkoztak ennek más változataival, az is előfordulhat. Tehát ez a legnépszerűbb változata a történetnek, de egy-két más csavarintás azért előfordulhat. Úgyhogy ugye mondtam, hogy ez egy fesztivál, tehát kicsit kanyarodjunk rá a történetről, ugye a fesztivál részére. Úgyhogy nézzük is meg, ugye mik a legjelentősebb Tanabata fesztiválok. Ugye országszerte mindenhol tartanak Tanabatát, viszont az különbözik bennük, hogy régiónként változó. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ilyen július és augusztus közötti intervallumban tartják meg ezeket a fesztiválokat.
Úgyhogy az ünneplés módja is viszonylag hasonló, az időpont más, viszont ami még nagyon-nagyon hasonló bennük, az a dekoráció, tehát annyira kimaxolják a dekorációt, hogy ebből már-már szinte verseny van a városok között, és még itt erről a két leghíresebb, legnépszerűbb fesztiválról szeretnék mutatni pár képet. Tehát ugye, ha megnézzük Japán térképét, akkor az egyik legnépszerűbb Hiratsuka, azaz Kanagawa prefektúra városa Hiratsukában júliusban tartják. Ez egy többnapos ünnep, tehát hiába a 7-e, azért kiszokták még tolni egy-két nappal az ünneplést, megadják a módját. Ahogy ugye a képen is láthatjuk, hogy micsoda rendezvény, utcai felvonulás, díszek, dekoráció, minden, ami szemszájnak ingere van. És a másik leghíresebb a Sendai, ami ugye itt egész északon, ugye a Tohoku régiónak az egyik prefektúrája, Miyagi prefektúrának a fővárosa, Sendai, személyes kedvencem. Volt szerencsém ellátogatni Sendaibe, ugyan a Covid elvitte a tanabatát, tehát azt nem tudtam. Viszont, ami nagyon érdekes Sendainál, hogy augusztusban, egész pontosan 6-án, 7-én és 8-án, tehát 3 napos ünnepet csinálnak ennek a tanabata ünnepnek. Úgyhogy ez a kettő a legjelentősebb. És ugye szó volt itt a dekorációról, ami ugye közös bennük, hogy minél pompásabb legyen. Milyen dekorációról is van szó, néhány képet szeretnék mutatni, milyen monumentális, gyönyörű szallagok tetején ilyen kis gömbök vannak, ezek mind papírból készülnek, úgyhogy ilyenekkel díszítik az utcákat, a bevásárló utcákat, a vásárcsarnokokat, mindenhol megtalálhatóak. Itt is ugye látható, hogy gyönyörű szép lyukatában táncolnak a hölgyek az utcán, és ugye ilyen dekorációs előfordulat, hogy ezzel vonulnak, úgyhogy pazar. Jó, tehát itt egy nagyon aranyos, ugye, tehát ugye dekorációról kicsit bővebben. Milyen dekorációk vannak? Ugye, ahogy említettem, ezek nagy részt ilyen papírból készülnek, úgyhogy ezen van ugye a hangsúly. Ugye a legnépszerűbb ilyen dekoráció, amit a közönségben mondott is valaki, ugye a bambusz. Egy ilyen vékony bambusz, ezt sasatakénak hívjuk, egy vékony bambuszon vannak ezek a kívánság cédulák, mindenféle színű. Erről később részletesebben fogok beszélni, hogy mi itt a fontos a színek terén, milyen kívánságokat szoktak írni. Úgyhogy ez úgymond az egyik legfontosabb dekoráció. Ugye itt 7 dekorációt láthatunk, ugye a 7-es szám itt is előfordul, itt is jelentősége van. Ugye a következő a papír kimono, ezek ilyen nagyon pici kis papírból készített kimonók, aztán ugye erszény, papír erszény. Mit gondoltok, hogy vajon miért? Mi lehet a jelentése, miért olyan fontos az erszény? Igen, majdnem sok szerencse, egész pontos, hogy az erszényben mit tartunk? Így van, igen. Tehát ugye az üzletek sikerességéért teszik ki, úgymond egy ilyen szerencse talizmánként. Aztán ugye láthatjuk ezeket a szalagokat, amiket az előző képeken is megcsodálhattunk. Ugye ezek a nagy monumentális szalagok, teteje változó, tehát van ilyen kis gömb, csillag, doboz, bármi, ami így dekorációként előfordulhat. Aztán ugye a jó öreg daruk, amiket ugye mi is jól ismerünk már az origamiból, úgyhogy daruk is előfordulnak. És a következő rejtély a papír szemetes zsák. Ennek mi lehet a jelentősége? Ugye miért fontosak a szemetes zsákok? Még egyszer kellek? Majdnem. Ez is egy jó, nagyon jó kis szimbolika lenne. Tehát ugye tisztaságért, ugye fontos a tisztaság, a rendezettség, úgyhogy ez szimbolizálja, hogy tisztaság és rend van. És ugye az utolsó rejtélyünk, ugye a halászháló. Ennek mi lehet a jelentősége? Igen, és miben a szerencse?
még egyszer kell? Majdnem. Hát mit fogunk a halászhálóval? Így van, igen, ugye sikeres halászat érdekében teszik ki, hogy ugye bőség, minél több étel. Jó, tehát ahogy mondtam, ugye az úgynevezett szerencse cédulákról, vagy kívánság cédulákról fogunk kicsit részletesebben beszélni. Na, hát ugye ők az úgynevezett tanzakuk, tehát kívánság cédula. Ugye 5 alapvető szín van. Ugye itt vannak eltérések, tehát ugye, ahogy látjuk a kéknél, ugye kék vagy zöld lehet, illetve ugye lila vagy fekete lehet a másik, úgyhogy néha-néha vannak ilyen kis eltérések, és hát külön kategóriái vannak a kívánságoknak, úgyhogy ezt is rendszerezték. Úgyhogy kezdjük a kékkel. Teljesítmény. Ugye itt vajon milyen kívánságok? Ugye ezek olyan kívánságok, hogy ráírunk ugye a papírra, és majd ugye felkötjük őket erre a bambuszra, tehát ugye itt is lényeges, hogy minél magasabbra kössük, annál nagyobb az esély, hogy teljesül a kívánság. Tehát ugye teljesítmény alatt milyen kívánságok fordulhatnak elő? Igen, nagyon jó. Bár az majd az utolsónál lesz inkább, tehát a kettő között van egy pici átfedés. Teljesítmény az inkább ilyen emberi képesség, mint hogy jobbak legyünk mondjuk angolból, vagy japánból, német nyelvből, tehát ez mindenképp ilyen tudás, ilyen képességekkel kapcsolatos, de viszont így van, ugye a lilával lesz majd ilyen nagyon-nagyon nagy átfedés, az is ilyen tanulással, képességgel kapcsolatos lesz. Jó, tehát nézzük a következőt, a piros. Hála és köszönet a szülők felé. Tehát családtagok, szülők felé történő hála kifejezése. Szoktak ilyet írni, egy itsumo arigato, tehát mindig köszönöm, vagy köszönöm az eddigieket, vagy jó egészséget kívánnak a családtagoknak, hogy minél tovább velük lehessenek. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon aranyos kívánság. Sárga, ez nem tudom mennyire látszódik, ez az emberi kapcsolatok. Tehát ugye ennél jön az az eset, hogy szeretnének több barátot, baráti kapcsolataikat jobbá tenni. Aztán következik a fehér, ami személyes kedvencem. A fehér sajnos valamiért nem látszik. Tehát a fehér az a kötelesség és a szabályok betartása. Szerintetek ezek milyen kívánságok lehetnek? Ugye ilyenkor van az a szituáció, hogy azt kívánják, hogy reggel iskolába vagy munkába menet ne aludjanak el. Tehát soha ne forduljon elő olyan, hogy elalszanak. Akár az is lehet, hiszen az is egy kötelesség. Úgyhogy az is egy nagyon jó ötlet. Milyenek lehetnek még? Igen, nagyon jó pontosság. Ugye ne késsenek. Ugye nagyon-nagyon fontos, ugye, főleg ugye japánoknál az idő védelme, tehát ugye pontosan érkezzenek, pontosan menjen minden a maga kis útján. Így van, nagyon jó. És ugye az utolsó pedig ugye láthatjuk, hogy tanulás. Na ilyenkor van az a szituáció, amit mondott az úr a közönségből, hogy ugye teszt, dolgozat, vizsga, felvételi esete, hogy szeretnék, hogyha jól sikerülne a teszt, átmennének a vizsgán, bekerülnének az egyetemre, úgyhogy ilyen jellegű kívánságokat írnak ugye a lila vagy feketére. Viszont manapság már mindegy, hogy milyen szín. Tehát ennek már nincs jelentőség, ez eredetileg így volt, hogy kifejezettem. Kívánságtól függően választottak szín. Ma már olyan színűt választunk, amilyet csak szeretnénk, nincs már ilyen jelentősége. Úgyhogy akár innen a kínálatból, de hát rengeteg másfajta is van. Hogyha ti választanátok, milyen színűt választanátok, és mit kívánnátok? Igen, és mit írná rá? Nagyon jó, nagyon, ez nagyon aranyos. Igen? Még ötletek? Bármit nyugodtan, ami kék. Igen?
Nagyon jó, így. Még egyszer kérlek? Mor. Jó, mondokon. Nagyon jó. Szuper. Még? Ki mit írna rá? És milyen színűre? Igen? Lila? Ősszel? Ha miért csak ősszel? Szóval akár már most el lehet, nyáron, Tanabata ünnepén. Nagyon jó, így van. Jó, szuper. Még valaki? Jó, köszönöm szépen a válaszokat. Úgyhogy nagyon-nagyon szuper válaszokat kaptam, köszönöm szépen. Úgyhogy ezek voltak ugye a tanzakuk, hogy hogyan néz ki ez a valóságban, arról még szeretnék egy pár szót, vagy pár képet mutatni. Úgyhogy, ahogy mondtam, ugye felkötik ezeket erre a kis bambuszra, minél magasabbra érdemes kötni. Úgyhogy így néznek ki, hogyha már ugye egész sok összegyűlt. Úgyhogy néhány nagyon szép kép. Jó, és igazából ennyi is lenne az előadás. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hogyha bárki szeretne csoportosan, magánban japán nyelvet tanulni, akkor nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a nyelviskolánkban. Nihongo nyelviskolának hívják. Én pedig Fehér Judit voltam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.